fölhívtak telefonon, és mondta a hölgy, hogy beválogattak. Igazából hallottam én erről, de nem voltam tisztában, hogy mi ez. És akkor elmondta, hogy egy nagyon komoly héttagú szakmai bizottság, rengeteg név közül, szakmai indoklással benne maradt egy pár, aztán abból is, és akkor így kerekedett ki ebből a négy művészeti ágból ez a négy ember. És akkor ezt mondták, hogy én akkor abban benne vagyok. Amivel már találkoztam többször ilyen véleményekkel, hogy most, ha az ember elmegy a budapesti színházakba, és ha ott táncról van szó, akkor teljesen normális, stílusos, pontos, ízléses táncokat látnak. És ez egy picit lehet, hogy köszönhető az elmúlt 10-10 nem tudom hány éves színművészeti hallgatóknak a mozgástanítása. Tehát ide tudom kapcsolni, hogy ezt vehették észre, vagy nem tudom, hogy hozzá tudtam segíteni ahhoz, hogy most a színházakban, ha olyan, akkor normális tánc megjelenés van. Tehát valami ilyesmire tudok gondolni, de lehet, hogy nem. De lehet, hogy igen, nem tudom. Nehéz erről beszélni magamról nekem, mert nem szoktam nagyon, de hogy visszagondolok, nagyon fontosnak tartom, hogy a tanítást. Sok helyen tanítok, ugye? És az biztos, hogy minden emberre lebontva próbálja az ember segíteni. Aztán persze muzsikás együttes, nagyon sok együttes, Gereben, akkor a Borbély Misivel a duó, a trió, tehát nagyon sok szinten, hogy mondják ezt, nagyon sok fúziókban, igen, szeretek zenélni, táncolni. Tehát egész biztos, hogy ott van a duó, a trió. Szeretek ilyen jazz együttesekben részt venni, táncolni, mint hangszer a lábam, vagy gardom, vagy dob. Akkor a muzsikással, akkor színpadon táncolni, zenekarral táncolni. Tehát nagyon sok műfaj, amiben én szeretek megmutatkozni, mert ez már így volt fiatal koromban is, hogy mindig próbáltam a határokat kicsit kitolni. Tehát nem szerettem azt, hogy ez most így van, és így kérik, hanem mindig szerettem kicsit megvariálni, természetesen ízlés határon belül. De valószínűleg, hogy ez is. Tehát a tanítások, különböző szintű tanítások, a színpad, a műfaj, a népzene, a néptánc, a jazz. Tehát valószínűleg, hogy ez is. És én ezt bátran, meg őszintén föl tudom vállalni. Már nem az, hogy föl tudom vállalni, persze, hogy fölvállalom. Hanem, hogy itt is, amikor nálatok is, de bárhol, mindig valahogy arra jövök rá, hogy mindig arról beszélek, hogy egy bizonyos komfortzónából ki kell lépni ahhoz, hogy valamire rágyere, valamit megérezzél. És ez egész biztos, hogy most többször tudatosan figyelem magam, ezt úgy sugárzom kifele, hogy mindenkit kilökök, nem hagyom ott, mert az tét nélküli unalmas, gyerünk mást. Itt főleg ezeknél a gyerekeknél, akiknél most voltam, de máshol is, aki hagyja magát. Azt, aki bezárkózik, aki nem, ott nem működik. És nem véletlen, hogy ilyen muzsikákat használunk. Tehát, hogy akkor történik valami, ha az ember áttöri a gátját. Tehát úgy is lehet mondani, hogyha kimozdítom a komfortzónába, és nagyon szeretem ezt csinálni az emberekkel. Nagyon haragszanak rám 1-2-3-4 percig, és akkor fél év múlva meg imádnak. Hát valami ez a képlete a dolognak. Nagyon sok helyen tanítok. Tehát különböző szinteken, tehát a kortárstól, a zeneegyetem, színi egyetem, néha profik, itt, tehát ez, ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor nekem az azért szimpatikus, meg szeretem, mert a régi Kodály együttes beli
tevékenységemet juttatja eszembe. Ott, amikor minden, de mindent ki tudtunk próbálni, minden gyakorlatra, minden táncra, minden stílusra vevők voltak, és lehetett olyan értelemben dolgozni, hogy volt minőségi eredménye. És ilyen szempontból itt van nagy lehetőség, mert ezek a táncosok, ezek, amikor az ember mutat valamit, vagy bármi, mindent meg tudnak csinálni. De már érzik, hogy amit meg tudnak csinálni, az lehet ilyen is, olyan is, amolyan is. És az, hogy milyen lesz ilyen, olyan vagy amolyan, azt az adott munka határozza meg. Ha táncot csinálok, koreográfiát, stílust csinálok, vagy csak játszok. Nagyon sokat játszunk, nagyon sokat kreatívan alakítjuk a mozgásokat. És tudod, amikor én látom, hogy ők vevők rá, akkor mi, az én fejem meg az én testem, mint egy kút, így még jobban megmerül, és még mélyebb, még mívesebb gyakorlatokat tudok előhozni. Tehát olyan, mint amikor egy kút tisztul. És akkor én jövök elő, és azt mondom, hogy ha nem ilyen a közeg, akkor én nem tudok a kutamból megtisztított vizet hozni. Tehát nem tudok. Tehát ez mindig az adott társaság határozza meg, hogy én milyen mélyen tudok lemenni a gyakorlat kutyaimba. Pont ma arról volt szó, Dezső emlékszik rá, hogy arról beszéltünk, hogy a zene meg a tánc egysége. Tehát úgy tudom a táncot, a mozgásokat helyre tenni, megérteni, hogyha zenébe el tudok igazodni. Tehát van a zene, annak van egy ritmikája, és egy csomó bújtatott ritmikája, hogy mi lehet még. És hogyha a mozgás azt érinti, ugye, de hogyha itt értem, és itt pontos vagyok, akkor az ott már nem probléma. Pontosan az a tapsgyakorlat, amit csináltunk ketten, emlékszel rá? Tehát az egy olyan volt, hogy megérteni is nehéz volt, megcsinálni még nehezebb, de a társaság háromnegyedre nem is értette, hogy miről van szó. Van, aki értette, de nem tudta, és ketten mutattuk meg. Tehát, és ez is benne van a muzsikában, és ennek is ott vannak a mozdulatai a tánca. De hogyha ezt én nem érzem, akkor csak ilyen smúz. Tehát valószínűleg, hogy ez, mert nagyon fontosnak tartom a zenének meg a táncnak az egységét. Tehát, és azért, mert rengeteg olyan helyen zsűriztem, néptáncfesztiválkon előző, tehát régebben, 10-15 éve, amiről szintén beszéltem, hogy mindig láttam a táncegyüttes táncolni, ott meg a zenekarod zenélt. És mindig éreztem, hogy valami nem stimmel. És az nem stimmel, hogy a zenekar játszott, ezek meg táncoltak. De soha nem volt együtt az egész. De hát ez egybe tartozik. Tehát az, amikor egységet alkot a zene a tánccal. És ez egy minőségi továbblépés. Tehát ez egy minőségi fokozat. És én nekem szerencsém volt ezt a muzsikásba végigcsinálni. És állatira imádtam, és szeretem a mai napig is. Mert ott az van, hogy egymásra baromira figyeltünk. Tehát ott lélegzett a motívum is, meg a zene is. És oda-vissza lélegeztünk, és ettől van egység, és ezt látja a közönség. Tehát a közönség az azt látja, hogy valami nagyon-nagyon egybe van, és nagyon-nagyon pontos. Aztán az, hogy az mi az egy másodrangú kérdés. De az, hogy ez egységben van, egészben van, és így süt le, és én ezt érzem, az ettől jön létre, hogy egységet tudok alkotni a zenével. De különben még az előzőből kihagytam az előző gondolatmenetből, csak most jutott eszembe, a kortársokkal való foglalkozás, ami szintén egy masszív 20-25 év, amit meg azért élvezek, meg élveztem, mert a mély gyökerű néptánc, hiteles néptáncok, mozdulatoknál érzem azokat a kulcsokat, hogyha ezt ide beteszem, megnyitom, akkor el lehet vinni erre fel ezt a mozgást, és abból egy nagyon új tánc tud kijönni. De hogyha, tehát tudom a kulcsokat,
meg tudom a helyét is. Én már nem fogom tudni kinyitni, de én tudom azt mondani a diákoknak, hogy figyeljetek ide, ha itt ezt megnyitjuk, nézd csak, akkor erre fel el lehet vinni, és valami egészen fantasztikus, szép új tánc jöhetét. De ezt nektek kell megcsinálni. És van olyan, aki érti, érzi, hogy miről beszélek, van, aki is nem érti, nagyon sokan vannak, akik nem értik, de itt van az, hogy volt 3, 4, 5, 6 olyan valaki, aki nagyon-nagyon szép táncot tudott csinálni, új táncot. Például a mezőségiből, vagy a legényesből, szóval valami egészen különleges, fantasztikus. Más volt, de lehetett érezni, hogy nem kamu, nagyon mély gyökerekből táplálkozik a dolog, és mégis valami szellős. És különben a néptáncoknak is az a lényeg, és úgy kéne tanítani az iskolákba is, meg bárhol, hogy szeressék meg. Nem az, hogy betanulják most a 36. Kónyi Verbunkot, úgy, ahogy a bácsinak állt a kisujja, meg nem, mert unalmas, én is abba hagynám ezt. Szóval ez nem, és ebbe is lépni kell, mert iszonyatos gyönyörűség, szépség, energia van ezekben a táncokban, és azt kell megtalálni, hogy tudom megszerettetni. A kortársokkal, az általános iskolába, az óvodába, a gimibe, bárhol. Hogy ne ilyen másológépek legyenek, hanem ezzel kreatívan az életük része tudjon lenni. Tehát ez majd a következő 100 év kérdése lesz különben, hogy kell ezt csinálni, mert most még ott tartunk, hogy mindenki mindent ismer, falura lebontva, nénire, bácsira lebontva, mindenki mindent. Most majd az a következő, hogy na, akkor most ezt mit kezdjünk ezzel? Hogyan kell ezzel kezdeni valamit, hogy ez úgy épüljön be az embereknek a mozgásába, tudatába, a kultúrájába, hogy ez segítse, kreatív legyen, játékos legyen, és ha lehet, akkor a napjainak a része legyen. És egy hatalmas nagy, mindig az jut eszembe, hogy gátlás réteget kell lebontani ahhoz, hogy állampolgári jogon ez járhasson. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mert most van egy szűk réteg, aki táncol, zenél, de hát ebben sokkal több van. És az, aki nem foglalkozik ezzel a kultúrával, taxisofőr, vagy eladó, vagy bárki, de aki találkozik vele, az micsoda energia, fantasztikus ez. Hogy tudom én ezt megtanulni, vagy hogy? Na, ezt kell kitalálni. Úgyhogy valószínűleg ez a gondolkodás, ez a gondolatmenet, ez is talán benne van ebbe a jelölésbe, hogy most visszatérjek erre. Olyan, mintha nem én lennék, na, egy kicsit most nagyon így üzélek, tehát mintha nem, hanem valami egészen más dimenzióba kerülnék át, és ott minden ritmus, minden szinte egy megjelenik előttem, és csak mintha így csak így tum-tum így játszanék velük, és teljesen természetes az, hogy én most jár, és minden, ami benne van a lábba, a kézben, az úgy, csak úgy jön. Tehát nem, nincs, hogy most ez hogy van, vagy mint van, milyen ezután, vagy valami, hanem, tehát egy más állapotban vagyok én, azt hiszem. És még azt szoktam érezni, hogy egy pont után, aki néz, a közönség, azt így, mint egy ilyen fénycsóva, vagy én nem tudom, milyen kis íze, így a hátam közepén érzem, és így tudok velük kommunikálni. Tudom azt, hogy most ez legyen, az legyen, tudom a reagálást, tudom irányítani, hogy reagáljanak vissza, tehát egyszerűen azt is érzem, meg szinte meg egy kép megjelenik előttem ez a tánc, és van egy ilyen más állapot. Tehát valami teljesen természetes, senki nem zökkenthet ki, teljesen uralom a zenészt, a ritmust, a közönséget, a színpadot, az ügyelőt, ez a világ legtermészetesebb dolga. Na de hát ez azért volt 40 év, és hát azért volt ebbe olyan, hogy sok, amikor a muzsikással egy pár. És nem néptáncos környezetbe, és nem néptáncos közönség előtt, hanem zenét szerető közönség előtt a New Yorki Town Hall-ba,
vagy a Blues Brothers színpadán, vagy a Carnegie Hallba, vagy Londonba, vagy bárhol a világ nagy színpadain. És valahogy a világ legtermészetesebb dolga volt, amikor a színpadra léptem, ott csak a tánc volt. Nem volt az, hogy hol vagyok, meg mi ez, semmi, csak az volt. A függöny előtte remegés volt, izgulás volt, remegtünk, mint kis béka gólyabálba, izzadtunk. És ez egy természetes körülmény a mai napig, tehát mint egy gyerek. De amikor ott van, akkor van egy más állapot. Hát az, hogy például 82 óta együtt táncolunk a Ildivel például, Fecskével például, ez egy szerencsés dolog például, meg ez egy jó dolog. Aztán az is egy jó dolog, hogy kettőnkből jött a harmadik, a Lili, akinek az a szerencsés dolog, és az a jó dolog, hogy mi, mint egy minta voltunk előtte, és látszik az, hogy úgy a hétköznapokban, az értékrendjébe, a tartásába, mindenébe, hogy követi azt a fajta értékrendet, amit mi létrehoztunk. És belejött ebbe, és ezt csak azért mesélem, mert nem ilyen kioktató, dorgálás és ilyen direkt nevelő módon értük el, hanem szinte csöndbe, de ugyanakkor betartva azokat a nagyon fontos normákat, amik a mi életünkben fontosak. Tehát igaz beszéd, nem nagyon beszélünk mellé, sorolhatnám azt, hogy... Tehát én nem mondom azt, hogy ne igyál Coca-Colát, légy szíves, mert az nem jó, és én fogom a kólát és megiszom, ugye? Tehát ebben szoktam példálozni, hanem minden szónak, mondatnak súlya van, és az a súly az meg van alapozva. És hogy ez úgy természetesen kialakult nála. És aztán ennek természetesen a többi más szakmai kinövésé, mert hogyha az ember rendben van, tehát hogyha magával rendben van, meg a körülötte szűk környezetben rendben van, akkor nem görcsöl azon, hogy most akkor holnap mi lesz, holnap után hogyan, hanem van, ami van. És ami van, az természetesen a legnagyobb tehetség, legnagyobb szorgalom és a legnagyobb minden, azt meg kell csinálni. Tehát ott nincs mellébeszélés, hogy fölmentem magam, mert ez nincs fölmentés. Azt meg kell csinálni. Tehát ott nincs duma. És hogyha az ember megtesz mindent, amit tud, és így könyv, akkor gyakorlatilag a többi az lehet, hogy nem rajta múlik. De egész biztos, hogy amit tudok, és azon a helyen vagyok, akkor megteszem azt, hogy ha nem azon a helyen vagyok, akkor annyit teszek, amennyit tudok tenni. Most itt vagyok, most itt ennyit tudok tenni, és a gyerekek értik. Ha oviba vagyok, akkor maximálisan azt csinálom, hogy ott azok a gyerekek. És hogyha bárhol vagyok, akkor mindent meg kell tenni azért, amit te meg tudsz tenni. Fölméred, mi az, amire egy szükség van, és akkor azt komolyan. De nagyon komolyan. És ezt a nagyoktól, a nagyon nagy gondolkozóktól, tehát a Steiner, a Hamvas Béla, a Gurdzsijev, tehát ezek a nagy kultúrák, ezeket az ember olvassa, azért az mind-mind kiderül, hogy ott teljesen alapult, hogy a szó az fette a tettet. És most egy olyan világot élünk, amikor ez olyan természetes, hogy mást mondok és mást cselekszek. És amikor rákérdezek, hogy de hogy? Hát miért? Hát ez egy bevált szokás, gyerekek. Miről beszélsz, batyukám? Hát ez így. De ez nálam nem így van. És amikor majd visszatérünk ahhoz, hogy a szó fedi a tettet, akkor könnyebb lesz. Akkor jobban egymás szemébe lehet nézni. És akkor. Na hát valami ilyesmiről szól ez a néptánc. Szavazzatok! Vagy uram!